Nemzetközi zenei találkozónak adott otthont október 3-án a Kemencés Pajta. Az összejövetelen fellépett Zsabka Attila, a Zsebsün Együttes, az Ördöngős Népzenetanoda, a Kicsi Óriás Együttes és a Flop Zenekar. Csertek István kulturális ifjúság szakmai és tehetséggondozó szakember, a Perom Music Alapítvány alapítója, gyakorlatilag 30 éve nagyon jól ismeri nem csak a Komárom-Esztergom megyei zenészeket, hanem a Kárpát-medence feltörekvő zenekarainak szinte mindegyikét. A mai alkalom a TOP pályázat keretében valósult meg, a helyi identitás és kohézió erősítése Komáromban című pályázat keretében, ennek feladata az egyrészt, hogy a két Komáromot kössük össze, a másik pedig az, hogy szórakoztassuk a gyerekeket, ismerjük egymást egy workshop keretében, és játszunk közösen. A zenekarok ismerik egymást a határon innen és határon túl. Most éppen bent a Zsebsün Együttes játszik, akiket már régóta ismerünk, hiszen Komárom-Esztergom megyében szerintem már szinte mindenhol játszottak és otthon vannak. A feladatuk az, hogy lekössék a kedves gyerekeket játékkal, interaktív módon. Kötösen tornáztunk, énekeltünk, játszottunk éppen az elő. A hagyományteremtő céllal indult alkalmat a Zsebsün Együttes nyitotta meg, akik nagyszerű hangulattal alapozták meg a napot, majd az Ördöngős Népzenetanoda a népzene világába kalauzolt el a közönséget. Én Horsa Pistát nagyon tisztelem, amikor megalakította ezt az Ördöngős tanodát, akkor a zenei hagyományok, a népzene, a néptánc volt elsősorban a fókuszban, és az, hogy itt Komárom-Esztergom megyében gyakorlatilag a zenének minden műfaja megtalálta a helyét, az nagyon nagy dolog, és különösen az, hogy Horsa Pista határon innen és határon túl is ismert, főleg a Kárpát-medencei zenegyűjtéséből és nyilván az oktatói tevékenységből kifolyólag. Zsabka Attila a Felvidékről érkezett. Gyermekverseket megzenésítve a tőle megszokott játékos műsorral varázsolt el az apró talpú közönséget. Erdőszélen nagy hamuk a mulatság, iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az anyu, kinek füle leghosszabbnak bizonyul, s kezdi az oktatást egy fej káposztával, hallgatják is tátott szájjal. Na most jön a lecke, figyeljetek jól! Az egymást tapasztó, táposztó levelek képezte káposzta letépet, levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják ott torzsa. A Lurkók a Kicsi Óriás zenekarral egy képzeletbeli állatkerti sétán vehettek részt. Az összejövetel végül a közelmúltban alakult Flop zenekar debütálásával zárult, akik napjaink ismert slágereit adták elő saját feldolgozásukban.
nagyon érdekes zenekar, mert nemzetközi formáció gyakorlatilag, hiszen Komáromból, Pápáról és Gútáról jöttek össze a zenészek. Erre az alkalomra kimondottan gyerek zenét állítottak össze, és hát, hogy a hangulat nyilvánvalóan kellemes lesz, az biztos, hiszen az öt produkció egyrészt rendkívül értékes, nagyon fontos, hogy közösen játszunk és zenéljünk határon, minden határon túl, közösen a közösségekért. Szülők és gyerekek egyaránt jól érezték magukat, a ritmus és a zene a táncparketre hívott mindenkit, a szervezők bíznak benne, hogy a jövőben legalább ekkora sikerrel tarthatják meg újra a találkozót.